Sziasztok! Üdv mindenkinek újra itt. Nyomunk a Hextech Nocturnal egy meccset, ha már kivettem rá skint. Megnézzük, hogy milyen in-game. Hát jó, az úgy tűnik, ezt egyedül kell leszednem. Duplavével kezdtem, általában mindig azzal is szoktam. Mert W passzív az ugye az, hogy plusz attack speedet kapsz. Ami így early-ben elég jó tud lenni. Jungle clear-nél. Valamint én másodiknak is W-t szoktam maxolni általában, már egy jó ideje. Nem rossz az ESE amúgy, másodiknak max. De én már egy jó ideje tényleg a W-t szoktam, mert hát plusz attack speed ugye, W passzívból. És ez egyre jobban nő, ahogy maxolod. De általában akkor volt nagyon jó, amikor ugye full lethality Nocturne-eket játszottam. És ugye lényegében nem volt semmi olyan itemem, meg semmi olyanom, ami attack speedet adott volna, és így ebből a W passzívból tök jó volt, hogy volt ez a kis plusz. Skinnek amúgy nagyon jók ezek a in-game effektjei. Ja, meg hát, hogy a plusz attack speed nyilván a passzívodat is gyorsabban felsztekkeli, minél gyorsabban ütsz. Nocturne amúgy egy full olyan jungle champ, amit nyugodt szívvel tudnék ajánlani az ilyen kezdőbb junglereknek is, mert könnyű, tehát annyira nem egy nagy nehézséget igénylő champ szerintem. Szóval könnyű, genken is jól lehet vele, akár early-ben, akár level-t után, meg ne is beszéljünk róla ultival, genkelés. Mert az kb. Olyan, hogy innen már be tudnám genkelni a mordét ultival. Early-ben meg az E miatt jó, mert ugye ha valakire rá tud tolni a fear-t, akkor az már egyből meghal köbö. Valakit sikeresen le tudsz fear-elni early-be. Clear-e is olyan, hogy ne is beszéljünk róla, mert nagyon jó. Szóval ja, Nocturne az nálam mindig is egy ilyen toppos jungle champ volt, de nem hiába, mert nagyon jó. Talán ezzel a champ-el tartom az egyik legstabilabbnak magam a jungle-be. Megpróbáljuk ezt a level 5 sárkányt. Szinzó pont fel van top fele. Közben a bot meg remélem itt nem hal meg. Ja, nice. Leszedem a blue-t, aztán meg leszek level 6. Ultival való genkelés, hogy tényleg azt tudom elmondani, hogy nagyon könnyen meg lehet fogni valakit vele. És kb. Instant meg is hal valaki, ha ultival legenkeled. Nagy eséllyel. Ugye rámegy a fear, le van fear-elve. Na, Nikónak oda akartam adni, de meghalt. Azért is jó a Nocturne ulti, mert kiszámíthatatlan, ugye? Amikor elnyomod először, akkor egy nagy sötétséget lát szinte mindenki. Sőt, hát kivétel nélkül mindenki. Ezért általában azt se tudják előre, hogyha nem látnak Vardal vagy valami, nem tudják előre, hogy kire fog menni az a Nocturne ulti. Hát kiszámíthatatlan, utána meg a sötétségből csak rásuhansz valakire. Ha az E-vel sikeresen le tudod fear-elni, akkor meg körülbelül free kill. A boton elég aktív a Xingzao, mondom kéne nekem is. Na, ki jön át, el tudjuk kapni megint. Nice. Ez a bot meg elég reménytelennek tűnik, egyszerűen nem tudom. Rosszak is, meg nem tudom, pusolják végig a lane-t, nem tudom legenkelni se.
Mondjuk az elmag se rossz, hogy nézem, ez meg a fírnek a idejét növeli, hogyha ezt maxolod. Az is eléggé kedvező tud lenni. Ezért még el tudjuk kapni. Itt van valahol, nem? Ja, ott van. Kútam, hogy érdemes valakinek az üldözésekor használni és elnyomni. Mert van ez a sáv, amit leteszel a Q elnyomásával. Azon, hogyha azon mész, akkor az plusz movement speedet ad. Ezért az elég jó tud lenni, hogyha valakit, mit tudom én, üldözöl, akkor csak így elkúzol. És mész végig a, ezen a cuccon, hogy az adja a plusz movement speedet neked. Ó, nagyon jó volt. Nem tudom, az a mostani build, amit most buildelek, mennyire jó Nocturne-re. Igazából... valamennyivel tankibb. Max annyiból jobb. Viszont szerintem még a full leta, az még mindig jól működne rajta. Csak hát ugye a full lethality build-nek az a hátránya, hogy nincs valami sok HP-d. Könnyen meghalsz. Viszont ugye egy full lethal build-el nagyon jól lehet one-shot-olni. Azért is szerettem én a full lethal Nocturne-t játszani, mert kegyetlen jól lehet vele one-shot-olni, főleg enemy ADC-ket ultival kifókuszolni. Hát ez meg elaludt, úgy tűnik. Mondjuk így már én is sokszor jártam, hogy mit tudom, hogy Rikolnál nézegettem a shopot vagy valami, aztán nem figyeltem. És közben meghaltam. Ja, nincs smite-om. Úristen, majdnem itt hagytam. Júj, majdnem belopta. Holli! Jó. Azt hittem meghalok. Az a baj, a W-t mindig egyből elnyomom, amikor ráúzizek valakire. Ez egy ilyen örök hibám a Nocturne-nál. A W-t érdemes inkább a megfelelő pillanatra tartogatni. Mert egy jól elsütött W-jal is nagyon szépeket lehet dodge-olni amúgy. Hát a Herald már nem fér bele. Shiny. Még azt is jól lehet volna elvinni. Ezre egyedül van botom, megpróbálom elkapni. Nem mertem már ráutizni, mert pont ment kifele a visionből. Hát akkor mégse kapom el. Jobb lett volna az Ezreal, ez az ulti, csak az annyira ül a torony alatt. Nem mertem bekockáztatni. Hát arról kicsit lekéstél Ezreal-kém. Jajjaj. Már lehet kicsit sok itt. Nem, sima, sima. Nem tudtam megölni, mert nem volt malám. Elférne már egy recall. Meg előtte elvisszük a blue-t, ne legyen gond itt a malával se. Hát vagy mégse. Feladták. Pedig ezt a meccset jól lett volna végig játszani. Hát GG! Magáról a Nocturne skinről meg annyit, hogy nagyon pacek ingém, szóval nem bántam meg, hogy ezt vettem ki. Magát a csempet meg hát
imádom már nagyon-nagyon régóta.